Több intézmény és vállalat sikeres együttműködésének köszönhetően a szervezők rendkívül kedvezményes utazási és belépési lehetőségeket biztosítanak a hazai nézők számára a 27. Formula 1-es Magyar Nagydíjra. A külföldi szurkolók körében jól fogynak a jegyek, így a szervezők akcióikkal elsősorban a magyar rajongókra fókuszálnak. Nagyon szívesen kijönnének a Forma 1-re, de nagyon drága jegy, drága a magyaroknak, nagyon nehezen tudnak eljutni. Azt gondolom, hogy az ezt követő bejelentés, amit Gerszú Péter úr fog tenni, azt hiszem, hogy megoldást talál erre, és példaértékű az állami vállalatok összefogása ennek érdekében. Ezzel is fogjuk demonstrálni, hogy mire képesek azok a vállalatok, amelyek szorosan együtt tudnak dolgozni, és a magyar vásárlók érdekében tudnak tevékenykedni. A harmadik az, hogy nagyon drága minden, drága a sör, drága az üdítő. Erre is megoldást találtunk, örömmel jelenthetem be, hogy szabályoztuk az árakat kerítésen belül. Úgy tudom, 600 forint lesz maximált áron egy sör, végre magyar sör lesz. Úgyhogy mindenben próbálunk az igényeknek megfelelni. És azt hiszem, hogy ezek olyan eredmények, amelyek hosszú évek óta ugye kérdésként merültek föl. Bízom abban, hogy az elmúlt időszak kemény munkája meghozza az eredményét, és a hazai vásárlók, a hazai szurkolók is személyesen meg tudnak győződni arról, hogy abban is szerencsénk van természetesen, hogy az idei Formula 1-es világbajnoki sorozat rendkívül érdekes. És ezt remélem, hogy Szabó László Zsolt is megerősíti, hogy az M1-re sikerült ugye átkerülni, és az ottani nézettségi adatok is ezt mutatják. Néhány olyan információ, ami érdekes lehet a nézők számára. Vadonatúj LED falaink lesznek, a legkorszerűbb technológiával ellátott LED falak, amik nem csak a Formula 1-es verseny idejére kerülnek kihelyezésre, hanem egész évben a ringen maradnak, és más események is tudják használni. Ezek pontosan olyan LED falak, amelyek az új Wembley stadionban vannak, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt az üzletet is össze tudtuk hozni. Illetve van egy csodálatos új lelátónk, a Gold 5-ös, erről is majd Péter fog beszélni. Gyönyörű szép nemzeti színű székekkel van felszerelve, hogyha most üresen megnézi valaki, akkor egy óriási magyar zászlót lát a célegyenes végében, és nagyon klasszul néz ki. Igyekeztünk sztárvendégeket is meghívni, vagy elcsábítani a Formula 1-es versenyen. Nagyon nem kellett, hiszen akik itt vannak, azok nagy örömmel jönnek. És láttuk azt a szilvesztoni futamon is, hogy különböző színészek, sztárok szívesen látogatják a Formula 1-es versenyt. Hát nagy valószínűséggel Bruce Willis is ellátogat hozzánk, és azt hiszem valamilyen programon is részt vesz, de ez még majd meglepetés. Illetve Brian Adams is, aki aznap este játszik, és nagyon-nagyon szeretne ezen a programon részt venni. Mindkettő világsztárt nagyon szívesen látjuk, és remélhetőleg jól fognak szórakozni. A MÁV és a Volán segítségével, illetve a BKK segítségével eljutottunk odaig, hogy létrehoztunk egy úgynevezett állóvasárnapi jegyet, ami 9.990 forintba kerül, összehasonlításnak a normális jegy, tehát 80 euróba kerül, ami a kb. 24 ezer forintot képvisel. Ez egy olyan lehetőség minden magyar néző részére, főleg a vidékieknek szól ez a kedvezmény, hogy ez tényleg egy ajánlat, amit nem lehet visszautasítani. Adunk egy olyan lehetőséget, hogy kihoztunk két új állóhelyjegyet, egy péntekit, illetve egy szombati jegyet, ami a pénteki 3000 forintba, a szombati pedig 4980 forintba fog kerülni. Ez is egy lehetőséget ad a Forma 1 szerelmeseinek arra, hogy egy picit érezzék az atmoszférát, és megnézzék a szabad edzést, illetve az időmérő edzést. A Forma 1 napján, tehát 29-én júliusban Bájer Edens látogatja meg hazánkat, és az arénába ad este egy koncertet, és aki egy Gold 5-ös tribűn vasárnapi jegyével rendelkezik, az ingyen tud bemenni a koncertre. Tehát én azt hiszem, hogy mindent, ami tőlünk telhető volt, azt megtettünk azért, hogy minél több magyar nézőnk legyen. Most már a nézőkön a sor, hogy ezeket a nagyon jó ajánlatainkat fölvegyék, és jöjjenek ki a versenyre.